Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Műsorunk támogató partnere a Job Capital. Karriered a hivatásunk. Tavaly zárt körben, idén viszont már nézők előtt rendezhették meg a Mercarius Rally 1 bajnokság Abaúj-Zempléni futamát, amelynek ezúttal is Boldogkővárralja volt a központja. Az első osztály mellett a historik párosai is érdekeltek voltak az eseményen, így 70 autóból álló mezőny vágott neki a hétvégének. A második Tervolin Boldogkő Rallyn ismét nagy csatára volt kilátás, ezért mindenki komolyan készült a küzdelemre. A program pénteken az átvételekkel és a pálya bejárással kezdődött, a nap második felében pedig már a szervízparkban is nagy volt a sürgésforgás. Volt, aki még szerelt, de akadt olyan csapat is, amely a kerékcserét gyakorolta. Kora este középkori hangulatban tartották meg az esemény felvezető sajtótájékoztatóját, ahol a résztvevők leginkább a másnapi, kiszámíthatatlan időjárással foglalkoztak. Mint másnap kiderült, vizes utak vártak a párosokra, mert a bajnokság második futama esős körülmények között kezdődött. Ez legjobban a korábbi világbajnok Mats Østbergnek feküdt, aki szűk 20 másodperces előnyt szerzett az első három gyorsaságin, amit a nap második körében is meg tudott tartani. A norvég pokolian gyorsan ment, taktikusan versenyzett, így távol tartotta magától a legnagyobb riválisait. Az egy év kihagyás után Salgótarjánban visszatért Vince Ferenc azonban az éllovast szorongatta a második helyen, még szakaszt is tudott nyerni. Van néhány új dolog ugye itt az autóban most megint, amit most próbálgatunk, mert Salgón volt, ami nem tetszett, akkor azt most kicseréltük, most ezt most ki kell majd újra tanulni. Viszonylag kevés tesztünk volt, de első körben azért még csalódott voltam egy kicsit, mert nem tudtuk azt hozni azt a tempót, amit azért szerettünk volna. Ez a második körén már azt gondolom, hogy jól sikerült. Itt tudtunk ilyen, hát viszonylag közel maradni Matshoz, volt, ahol mi tudtunk kicsit gyorsabbak lenni, volt, ahol ő. Ez a kör szinte ilyen egára jött ki a végén, úgyhogy ezzel én már nagyon elégedett vagyok. Még azt gondolom, hogy még van egy nagyon minimális kis beállítási problémánk, ami tényleg nem nagy, mert látszik, hogy azért nem rossz, de azt még majd megpróbáljuk kijavítani, most nem tudjuk, mert az kicsit több időt vesz igénybe. Úgyhogy várjuk most a harmadik kört, ezt is szeretnénk jó tempósan menni, és a végén begurulni egy dobogós helyen. Velencei Ádám számára idén egyelőre a hármas a bűvös szám. A szezonnyitót a dobogó harmadik fokán zárta, és a boldogkői futamon is a dobogó alsó fokán állt 6 gyorsasági után. Igaz, ezúttal az ellenfelek mellett a vadakkal is meg kellett küzdenie. Én azt gondolom, hogy jól állunk, így a beállításokban is, a gumit is eltaláltuk szinte mindig. Majd ez a kör, ez kiderül, hogy ennek hogy sikerül. Jó, nagyon én szeretem ezeket a pályákat, főleg a Hernád Vécsét, ez egy nagyon lobogós, nagyon tempós, sokszor már hihetetlen, hogy lobogunk az autóba, de az a lényeg, hogy jól áll az úton. Viszonylag azt gondolom, hogy magunkhoz képest jól megyünk, és így jön is az idő. Ebben a körben az első gyorsan jutottunk egy győzet. Én azt gondolom, hogy így a levegő is nagyon, tehát nem volt rajta rakhárító, sárvédő, vesztettünk nyilván ott is. Nem azt mondom, hogy másodperceket, de tizedeket biztos.
meg megzavart nyilván, azért 200-nál beugrott, nem tudtam semmit csinálni, nem akartam elrántani a kormány, nem volt esélyünk. Szerencsére nem lett nagyobb baj, nem verte szét a hűtőket, meg tudtunk tovább menni. Budolai László és Deák Attila robbantott az év első versenyén, hiszen két szakaszt is meg tudtak nyerni a Mátrában. Boldogkőváralján félig meddig hazai környezetben küzdöttek, ezért szerették volna átmenteni ezt a formát. Ami a helyezés szempontjából sikerült, ám a tempójuk elmaradt a vártól. Bodolaiék a negyedik helyen álltak a verseny utolsó harmada előtt az új Fiesta-val. Első versenye az autónak, nekünk is vele, úgyhogy szokni kell még, nem igazán értjük előrébb. Előrébb gondoltuk volna magunkat, az első körben még szorosabb is volt, de most, hogy felszáradt, pedig messzebb kerültünk, pedig nem gondolom, hogy óvatosabbak lettünk volna, de a többiek találtak valamit. Most kipróbálunk egy másik beállítást, másik gumit, és akkor megpróbálunk azért gyorsulni, de igazából messze vannak mögöttünk, előttünk is, úgyhogy most már csak az a lényeg, hogy behozzuk ezt a negyedik pozíciót. Ugye most vizes meg boros saras körülmények között autóztunk, Salgón ott teljesen száraz utakon tudtunk autózni, úgyhogy teljesen nincs igazán összehasonlítási képünk, de még egy-két verseny biztos kell az autó, vagy nekem, vagy a Vandinak, hogy menjünk vele, és akkor még finomítsunk a beállításokon ezen az új fejlesztésű Fiesta-n. Az URC mezőnyében ugyancsak komoly csatát hozott a második Tervonin Boldogkő Rally. A Salgótarján győztes Friedman Zsolt bukott, de az ugyancsak borsodi Fockó Ákos kiválóan szerepelt az Evo 10-es Mitsubishivel. A nap kétharmada után a kategóriát vezették, és abszolútban is a 9. helyen álltak. Elég jó versenyen vagyunk túl egyenlőre, még van egy kör, szeretnénk ezt tartani. Gyakorlatilag teljesen újra lett építve, újra lett fényezve, egy üres karosszériából építettünk egy autót. A villamosság is teljesen új benne, valamint a futómű majdnem jó része. Úgyhogy rengeteg minden. A motorváltó nem az maradt minden, ami volt. Biztosabb, sokkal biztonságosabb lett, legalábbis megbízhatóság szempontjából. Remélem, hogy így is marad. Valamint jobbannak is érzem, szóval szerintem gyorsabb. Ez a rakaca nagyon nagy kedvencünk. Pályabejáráson is tetszett különben. Így, hogy megyünk rajta gyors tempóval, így pedig abszolút bebizonyosodott, hogy nagyon szeretjük. Lehetne még taktikázni a gumival, főleg, hogy kisütött a nap. Reggel meg hagytunk meg. De szerintem most ezt nem fogjuk meglépni. Ez így nagyon jó. A fiatal Klaus Kristóf versenyét meghatározta az első gyorsasági szakasz, ahol defektet kapott, emiatt pedig nagy hátrányba került. Innen kellett visszaküzdenie magát a legjobbak közé. Sajnos szereztünk egy defektet. Igazából Szemerén a falun belül, ott a kitérő előtt mondhatni egy hosszú jobbosba odaért egy, hát nem is tudom mi, egy vízáltereszhez vagy valamihez, és az megütötte a felnit, úgyhogy defektes lett az első kerekünk. Alapvetően nyomtuk neki, meg próbáltuk tartani a tempót annak ellenére, hogy úgymond a végeredményben már nem sok beleszólásunk lehet. Próbáljuk kihozni a legtöbbet a futamból, amit lehet, és azt gondolom, hogy itt a overstage az, ami még nekünk egy kicsit így pontszerző lehetőség lehet. Egy Rally 3-as Ford Fiesta-val vágott neki a futamnak Hoffer Zsolt és Czézinger Kristóf. Eleinte akadtak technikai gondjaik, elsősorban a váltóval kellett megküzdenie a kettősnek. Picit sokat foglalkoztunk a munkánkkal, és keveset a pályabejárással és az energiákkal. Jó volt, igen, köszönöm. Bocsánat, mert a váltással volna gondjaink reggel óta. Nem mindig tudok váltani, és kuplungolni kell az autóval. Ezt most javítjuk egyébként. Bátor húzással középkömény gumikat tettünk fel. Most a második körre az első, a hernádvése egy gyorsan még nem volt tökéletes, de utána nagyon élveztük, nagyon sokat megy az autó keresztbe, úgyhogy nagyon élvezetes, nagyon jó vele menni. Igazán nem is az órát nézzük azt, hanem hogy fejlődjünk, és nézzük azt, hogy az autóval mit lehet csinálni, hogyan tudunk rajta állítani, úgyhogy folyamatosan állítgatunk egy kicsit a futóműben is. Ráti Gergő és Gerebic már kis hátrányból indult a futamon, hiszen reggel kikésték a rajtot, emiatt büntetést kaptak. Az MK2-es eszkort azonban nem volt tökéletes, amivel sokáig szenvedtek, aztán a szerelők megtalálták a hibát. Hát elindulásról úgy indultunk el egyébként, hogy tökéletes az autó, és nyilván ez minden rally versenyen, ez ugye a versenyen fog kiderülni, nem volt az. Az első háromban kicsit akadozva mentünk, próbáltuk is, de az eredményünkön is látszott, hogy nem volt az igazi. Most megtalálták itt a szervizbe a srácok, nagyon ügyesek voltak, hát most látszik is az eredményünkön, én úgy gondolom, hogy most az utolsó három, ez tényleg jó volt. Most már boldogan megyünk ki erre az utolsó háromra. A gyújtás trafó nem volt rendesen lehúzva és illetes, tehát
tehát hogy nem mindig volt meg, nagy sebességnél nagyon rászkodott az autó, nem dadogta le, nem volt a végéig, nem tudta kiforogni, a végsebességünk sem volt meg, úgyhogy igazából ez volt. Az erő kicsit hiányzott. Mi ott voltunk, úgy gondolom, csak az autóban az erő egy kicsit elszökött, összefutott a ménes, de most már jó. Műsorunk támogató partnere a Jobb Capital. Karriered a hivatásunk. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. A magyar bajnoki futamokon a Historic mezőnyében állandóan esélyesnek számít Wirtmann Ferenc. Ez a hétvége azonban nem a terveinek megfelelően alakult. Következő történt, azt hittük, hogy defektünk van, és mondom, defektek kijövünk még. De nem defekt volt, valószínű, azt mondják a fiúk, hogy eltört a gömbcsukló a lengőkarba, és a futómű nem dolgozott. Egy idő múlva aztán a kerék leszakadt, fékestől, mindenestől. Nézőket azoknak nagyon szépen köszönjük, mert megtalálták, utánunk ülték. Minden rajta van, még a féktuskó is, de nem lehetett az autóval tovább menni. 14 kilométert jöttünk így szinte fejelnyűn vagy kerék nélkül, vagy rossz kerékkel. Ennyi volt. Igen, azért a csalódottság az nagy, de hát ez érthető is. Nagyon mentem volna még, és pont azt beszéltük, hogy most végre minden klappolt, mert jó gumink is volt. Feri is megharapta a kormányt, nagyon elkezdtünk menni Hernád Vécsén. Én nagyon örültem neki, és nagyon bosszantó volt, és sajnáltam. Csöndbe jönni végig a 10 kilométereket, és csak azt hallgatni, hogy fogy az autó, és nem tudunk kijönni rendesen, épségbe, és ki tudja, hogy meg tudják-e csinálni, nagyon rossz volt. De előre kell nézni, hát ha megyünk még együtt. Wirtmannék műszaki hibáját igyekezett kihasználni ifjabb Érdi Tibor, aki új kihívóként érkezett meg a Historic mezőnyébe. Csökő Zoltánnal az oldalán berobbantak, és rögtön az érre álltak. Két hét múlva kezdődik nekünk a sorozat kint Csehországban a Historic EB-n, és tesztelni jöttünk ide erre a Boldogkő rallira, kellett is. A verseny előtt gyakorlatilag 0 kilométert tettem meg vele, és hát vannak gyerekbetegségei, amit most éli. Volt egy generátor problémánk, illetve meg kellett állnom az egyik gyorsági, mert leakadt a gázpedálról a bovden, úgyhogy kalandosan zajlik ez a verseny számunkra, de én azt gondolom, hogy megbízhatóan teljesítünk, és próbálunk hibamentesen célba érni. Az időutazás, vagyis a Historic kategória után ugrás vissza a jelenbe. A második Tervolin Boldogkő rali zárókörében sem történt meglepetés, a norvég Mats Osberg duplázni tudott. Salgó Tarján után ugyanis a Zempléni pályákon is a leggyorsabbnak bizonyult. Nem volt könnyű, de azt hiszem a reggeli kör után elég jó volt a különbség közöttünk. Utána jobbak voltak a körülmények, de a többi srác továbbra is nagyon gyorsan hajtott, így próbáltunk kicsit irányítani, és azt hiszem nagyon jól sikerült. Szerettem volna elkerülni a problémákat, nem akartam tönkretenni a versenyemet egy defekttel, mint tavaly itt Boldogkőn, szóval szerintem túléltük jó értelemben. Vince Ferenc mindent elkövetett, hogy megszorongassa a legnagyobb, legismertebb ellenfelét, de ezúttal is meg kellett elégednie a második helyezéssel. Én azt gondolom, hogy már most elég jó helyen járunk.
Ha innen tudjuk folytatni a következő teszteket és versenyeket, akkor szerintem lehet még jobb ez az eredmény, de nem vagyunk elégedetlenek, tényleg ez egy második hely még itt a bajnokságban, ez még mindig egy nagyon jó eredmény, és még mindig nagyon messze van a vége, tényleg bármi lehet. De ez már látszott ugye, hogy az első körben ugye Mac elment az esős körülmények között, ugye kijött neki az a nagy rutin, mi nagyon keveset is megyünk szerintem esőben, meg tényleg ott nagyon ügyes volt. És itt a szárazon már azért fel tudtuk vele venni a tempót, ugye a Power Stage-et az sikerült megnyerni. Hál' Istennek, ott pedig biztos, hogy nyomta ő is, ugye, mert valószínű, hogy amúgy tartalék is maradhatott benne, mert ugye kiautózott egy kis előny, neki azt meg kell tartani, de a Power Stage pontok mindenkinek fontosak, úgyhogy örültünk, hogy azt így ezáltal is sikerült megnyerni. Egy kis szerencse hiányzott, hogy szorosabb legyen a csata. Velencei Ádám 25 másodperccel maradt le az éllovastól. A második pozíció azonban nem volt messze tőle. Jó ez a harmadik hely, ebbe az erős mezőn, mi gyűjtögetjük szépen a pontokat. Azt mondtam, hogy egyik szemem sír a másik nevet, itt rápróbáltunk itt a második helyre. Sajnos Klaus Kristófék itt a Power Stage-en beestek előttünk, ott lassítani kellett, ott elment 3 másodperc, így volt már az utolsó egy 5-ös hátrányunk. Tudtam, hogy azt már nem lehet behozni. Próbáltunk menni a saját tempónkba, de ez nem volt elég. Én azt gondolom, hogy sok kis apróság összetevő, őzet elütöttünk, most a végén volt egy hajtás probléma, amit majd ki kell küszöbölni, mert minden rajtba ez probléma volt. Azeket, hogyha összeadom, akkor igazából ott vagyunk. A Miskolci kettős idén először állhatott fel a pódiumra. Bodolai László és Deák Attila negyedik lett a boldogkői hétvégén, ami a folytatásra nézve optimizmussal tölti el őket. Nagyon-nagyon élveztük az utolsó kört, nagyon jó lett ez a beállítás, jól sikerült, ez kellett volna már szerintem a második körbe is, de valamiért nem mertük meglépni, de így közeledünk újra egy jó beállításhoz, egy jó tempóhoz. Elég sok mindent most már el tudtunk hinni, és meg is tudtuk csinálni, úgyhogy jó az irány abszolút megint. Mi mindenképp mindig az első ötöt célozzuk meg, és nagyon örülünk és boldogok vagyunk, hogy itt vagyunk a negyedik helyen, és cél a cél, tehát teljesítettük a kitűzött tervet. Kicsit szomorkásabbak is vagyunk, mert talán nem hoztuk azokat a részeredményeket, amit Salgóral én elértünk, de ezt pillanatok alatt ki tudjuk törölni, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Pozitív értelemben a legnagyobb meglepetést Németh Gábor és Adorján Szabolcs szolgáltatta. Az élmezőnyhöz tartozó párosok botlásait, hibáit kihasználva ugyanis felkapaszkodtak a pódiumra. Az abszolút értékelés 5. helyén zártak, ami minden várakozást felül volt. Szeretnénk volna mindenképpen a Salgóralihoz képest egy picit gyorsabban menni. Azonban itt reggel az időjárás közbeszólt, és a vízes körülmények között még nem nagyon tudtam menni az autóval. Picit tartottam tőle, ettől függetlenül úgy érzem, hogy rendben volt az első körünk. Nagyon jól működött az autó, meg az abroncsok is, úgyhogy az első kör az szerencsére jól sikerült. Második, ott a felszáradó pályán nem voltam talán elég határozott és magabiztos, ott valahogy az nem sikerült annyira jól. De szerencsére az utolsó kör az összességében jól sikerült, és így sikerült az 5. helyre bejönnünk. Persze ez kellett egy kis szerencse, hiszen a Tótibéknek volt egy lassító érintés az utolsó szakaszon, de ettől függetlenül nagyon, nagyon örülök neki, hogy ez sikerült, mert úgy gondolom, hogy a Salgóralihoz képest azért picit most már jobban érzem magam az autóban, de azért az elejétől még messze vagyunk. A németék által elcsípett 5. helyezés sokáig Tóth Tibornak és Szabó Józsefnek állt. A végén azonban fél másodperc hiányzott ahhoz, hogy a legjobbakkal pezsgőzhessenek a boldogkőváraljai vár parkolójában. Elsőre is készültünk, puhább beállításokkal volt az autó. Élveztük azt is egyébként, igaz, hogy ott ugye nagyon oda kell figyelni, aztán itt ez a szárazon meg folyamatosan gyorsultunk, beállítások jók voltak, fiúk nagyon jó autót csináltak, megint nyikkonásra nem volt a kocsinak, hibátlannak volt. Nem voltam elég ügyes. Ez a lassító érintés, meg nem érintés, ez benne van a pakliba, legközelebb jobban kell figyelnem. Hát nagyon-nagyon régen mentünk ezen a messzes rakaca messzesen is, valamikor 20-10-valahány évvel ezelőtt. Akkor sikerült jó időt menni most annyira, tehát ez az egy nem feküdt, ez a pálya volt a legkevésbé jó nekünk, de nagyon élveztük egyébként, nekem nagyon tetszett. Az ORC mezőnyében a hajrában már nem történt változás az utolsó körben. Fockó Ákos és Madarász Szabolcs megtartotta az előnyét, a kategóriát tekintve végül 1 perc 20 másodperces előnnyel nyertek. Ez is jó volt, hasonlóan, mint az előző.
Az előzőnél száraz volt a pálya, ezen talán még szárazabb, mert egész jól kisütött a nap, ahhoz képest reggel, hogy fagyaskodtunk. Úgyhogy nem, egy apró hibánk volt, az se volt különösebben mérvadó, ettől eltekintve azt nem mondani, valójában hibamentes. Hát sokkal jobb a tavalyhoz képest, főleg, hogy hát ott nem is sikerült elindulnunk. Hát nagy csapás volt az is. A verseny előtt egy nappal reggel még működött az autó, délután már nem. És nem tudtunk elindulni. Mondjuk olyan fáradtak voltunk, hogy még az is lehet, hogy azért akarta így, de azért most sokkal jobban indul az év, mint akkor. A két VD kupában ezúttal nem volt kérdés. Ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel végzett az élen Hangodi Bendegúz és a nagy tapasztalatokkal rendelkező Bunkóczi László. Minden gyorsat megnyertünk, a Powert is, nagyon jól éreztük magunkat, egy új gumit se vettünk, mert ezt próbáltuk ezt a versenyt költséghatékonyan megcsinálni, így a kétkerekes bajnokságban miatt végig gurulni ezen a versenyen, úgyhogy sikerült a célunk, boldogok vagyunk. A Rally 3-as Ford Fiesta-val Hofer Zsolt és Czézinger Kristóf is fokozatosan gyorsult. Bátorodtunk sokat, én azt gondolom, sajnos kétszer is kaptunk időbüntetést, ilyen lassító érintés miatt, amit mindegy, nem tudok vele mit kezdeni, de kinéztem a Portos Robit, hogy jobb, küzdjünk egy jót, ez sikerült egy picivel, sikerült előtte végezni, úgyhogy elégedett vagyok, sokat tudtunk gyorsulni. Legyünk őszintén, maga az időjárás, hogy kiavult, ez nagyon sokat jelent, hogy nem egy szakadó esőbe jövünk ide a céldobogóra, és maga az autó is sokkal több élményt ad, tehát nekem számomra ebből adódóan sokkal pozitívabb az egész. De jó kis verseny volt, jó pályákkal, és örülök neki, jól voltak lejelölve, tehát igazándiból mindenkinek egyenlőek voltak a feltételek. A P13-as kategóriában nagyot csatázott egymással Ráti Gergő és Karsai Zsolt. Végül Ráti ezt a külön viadalt, ő 5 másodperccel meg tudta nyerni. Hát a harmadik szakasz az jól indult, aztán igazából hoztuk az előző szakaszon nyújtott teljesítményt, viszont az utolsó körre megint előjött ez a kis hiba a gyújtásnál, és kiélezett volt a helyzet, mert azt hiszem, hogy 9-10 másodperccel indultunk a végén, és hát igazából úgy egy kicsit neccesre sikeredett, de a végére meg lett 4 másodperccel még így is, úgyhogy egy kicsit néha túlvállaltam a féktávokat, és tényleg ott mindent beleadtunk, úgyhogy élvezetes volt, meg izgalmas is. A Salgó és a Boldogkői verseny után csupán 5 hét szünet következik. A Mercarius Rally 1 bajnokság május utolsó hétvégéjén az új rendezvénynek számító Váci központtal kiírt Dunakanyar Rallyval folytatódik majd.